Előre bocsájtom, hogy nem arról szeretnék beszélni, hogy mennyi vizet kell inni egy nap, mert ez lerágott csont, tele van vele az internet. Azt már szerintem az óvodás is tudja, hogy elegendő vizet kell inni. Felnőtt embernek testsúlyától, izzadásától, igényétől, stb. Függően nyilván másfél és 2,5 liter közötti mennyiség az ideális. Lépjünk tovább! Ami a mai videómnak a központi témája, az a víznek a vérhigító hatása. Talán ezt sem kell magyarázni, hogy ez miért fontos. Vegyük tudomásul, hogy a víz a legjobb vérhigító, márpedig ha higabb a vérünk, akkor kisebb az esély arra, hogy vérrögök képződjenek és elakadjanak valahol a szívben vagy a tüdőben. Egy másik vonatkozásra hívnám fel a figyelmet, amiről nem nagyon lehet olvasni az interneten. Ez pedig a kapcsolat, a vízivás kapcsolata a laborvizsgálatunkkal. Mindenki tudja, hogy ha vérvizsgálatra megyünk, éhgyomorra, nem szabad semmit sem enni. De arról nem beszél senki, hogy mi a helyzet az ivással. Egy biztos, nem tilos, hogy vizet igyunk, éhgyomorra, sőt, ajánlom, hogy igyunk vizet, vérvizsgálat előtt, laborteszt előtt, legalább 2 nagy pohár vizet igyunk, körülbelül 1-1,5 órával a vérvizsgálat előtt. Miért? Mert hogyha csak egy kicsit is hígabbá válik a vérünk, magyarán nő a keringő vér mennyisége, térfogata, mondjuk csak 3-4%-kal annak nyomán, hogy megittuk ezt a 2 pohár vizet, akkor bizony a laborértékek is előnyösen változhatnak. Azt akarom ezzel mondani, hogy ha nem iszunk vizet vérvizsgálat előtt, akkor rosszabb eredményeink lehetnek, mert ugye a különböző eredmények a vérvizsgálati papíron arról szólnak, hogy egy tólig határon belül van-e egy adott véralkotónak a mennyisége vagy aránya. Ha higabb a vérünk, akkor elképzelhető, hogy a határon kívül eső érték följebb mozdul és már benne lesz a normál tartományban. Tehát ne lepődjünk meg azon, sőt örülhetünk neki, ha kedvezőbb eredményeket hoz a vérvizsgálat, miután ittunk egy kis vizet. Jó egészséget kívánok! És iratkozzanak fel a YouTube csatornámra!